Bizarr boszorkány szeánszra került sor a hétvégén Budapesten. A folyondár utcai vasas csarnokban több száz nő gyűlt össze telihold alkalmából, hogy különféle rituálék keretében mágikus eseményt idézzenek elő. Az eseményt Spitzer Gyöngyi, azaz Soma Mama Gésa szervezte, legutóbb négy éve került sor hasonlóra. Üdvözlöm Önöket! a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban egyébként rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 59 ezeren követnek, és állítsa be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Egészen Purcsa szeánszot tartottak szombat este a folyondárvasas sport- és tánc központban. A rendezvény a 808 nő teremtő ereje címmel került meghirdetésre, és nem meglepően 808 nő jelentkezését várták a szervezők. Az önmeghatározás szerint a résztvevők az eseményen megtisztulhattak a nő létük sebeiből és sérelmeiből, majd edeket segítő erőkké transformálták át, de a leírásban szó esett a méh tudatosság erősítéséről és a szív tér megnyitásáról is, mindez pedig a nagybetűs új nő megszületését idézte elő. A gyakorlatban viszont egy boszorkányságot és mágiát idéző rituális sorozatra, szertartásra került sor, amelynek dátumát, létszámát és cselekményeit is okultista spirituális szempontok alapján választották ki. A vesemény első részében 808-as meg a kezdték el rezektetni az úgynevezett teret, majd a főszervező különféle elemeket és égi segítőket idézett meg. A második részben aztán egy dupla 8-as formátumban vagy formában álltak be a részvevők, majd mantrák és skandálások kíséretében egyfajta táncot jártak el. A rendezvényen külön imádó dalt is énekeltek a földanya tiszteletére, amelynek a szövegét minden résztvevő kinyomtatva vitte magával. A földanya kultusz és tisztelet egyébként az ősidők óta zajló pogány rítus, az ókori Egyiptomban például íziszként imádták az istenséget, amelyben az élet és a halál, a teremtés és a pusztítás egyesült, ehhez társították a holdat is, a nő életet és termékenységet, amelyel kapcsolatban összefüggést láttak a föld termékenységével is. Az ókori Kánaán területén Astarótként ismerték, ő nem csak a termékenység, de a háború istennője is volt, amely görög mitológiában a spiritualitásban az Afrodité személyének volt megfeleltethető. A nyolcas szám spirituális jelentőségét is hangsúlyozták a szervezők, ugyanis a 2024-es év számai, valamint a február 24-i dátum számai, de még a rendezvény kezdő időpontja is 8 órára lett téve, ugye ha összeadogatjuk az előző számokat, annak is 8 as eredménye. Ennek az okát szám misztikával magyarázták, mivel a nyolcas szám elfektetve a végtelen szimbólum Ma is Spitzer Gyöngyi egyébként saját elmondása szerint a mexikói szűzanya egy bizonyos Guadalupe istenségnek a megkoronázása által kapott hitet, sőt lényegében álomban kapott látomást, hogy megszervezze pont ezen a napon a rendezvényt. A résztvevő több száz nő már a eseményre való felkészülést is mágiával kezdte, különféle szertartásokkal alapozták meg, hogy a fő rituálé is áttörő erejű legyen. Magán az eseményen mindennek spirituális jelentőséget adtak, a ruházkodástól kezdve a fénytechnikán át, a hanghatásokig mindent nagyon gondosan kitaláltak a mágia eszközével a szervezők. A Mama arról is beszámolt a blog bejegyzésében, hogy a boszorkány szeánszot megelőzően három napra elvonult egy Balaton felvidéki házba, ami állítása szerint egy erőhelyen van. Itt jutott el arra a következtetésre, hogy a folyondár sportcsarnok energetikai hálóját vizualizálva kell a térből az összes negatívat kiszívni, majd átalakítani azt úgynevezett tápláló erővé és szeretetté. Magáról a rendezvényről egyébként a főszervező a saját oldalára töltött fel felvételeket, ezen jól látható, hogy milyen transzban egymásba kapcsolódva énekelnek, skandálnak és táncolnak a résztvevők, a legtöbben fehér ruhában. A felvételeket a leírásban található linken tudja megnézni. Habár a hallgatók között most sokan gondolhatják azt, hogy ez valami babona csupán, egy öngyógyító butasság, vagy egy egyszerű lelki gyakorlat, a bibliai világnézet rendkívül súlyosan ítéli meg ezeket a mágikus szertartásokat. A Szentírás alapvetően úgy beszél a természetes világról, mint amely szorosan összekapcsolódik a spirituális, éppen annyira valóságos világgal, amelyet más néven szellemvilágnak is szoktak nevezni. Ezt pedig rendkívül élesen két részre osztja. Van a jó és van a gonosz oldal. Az egyik oldalon Isten és fia Jézus Krisztus valamint mint a mennyei hierarhia különböző lényei angyalok helyezkednek el, míg van a sátánhoz köthető gonosz szellemvilágnak is egy hierarchiája, amelyben idegen Istenek bukott angyalok, hatalmasságok, démonok is szerepelnek többek között. A Biblia pedig rendkívül részletesen és szigorúan szabályozza azt, hogy a az emberek hogyan léphetnek kapcsolatba, a szellemvilággal. A fentebb is részletezett spirituális gyakorlatok és szertartások a mágia, boszorkánság, okkultizmus, idegen istenimádás kategóriájába tartoznak a Biblia szerint, amelyeket Isten kategórikusan tilt az ember számára, annak rendkívül súlyos következményei vannak. Magában a tíz parancsolatban is szerepel az első két parancsolatban, hogy ne legyenek az embernek idegen istenei az igaz Istenen kívül, és azokról, amelyek amelyek az égben, a földön vagy a föld alatt helyezkednek el, ezekről a szellemi lényekről az ember nem csinálhat semmilyen ábrázolást, és nem imádhatja, nem tisztelheti azokat, mert ezt megbünteti az Isten. Az a földanya imádás és kultusz, amelyet több ezer éve végez az emberiség, és így szombaton a résztvevők is Folyondár utcában, bizony ebbe a kategóriába tartozik, még akkor is, hogyha a szervezők ezt az istenséget különböző nevekkel, például boldogasszonyként is hívják. A ilyen jellegű kultuszoknak egyébként egyre nagyobb népszerűsége van Magyarországon is, különféle boszorkánságok világszerte reneszánszukat élik, de például szombathelyen a polgármester vezetésével is minden évben Egyre komolyabb ízisz kultusz zajlik, áldozatot is mutatnak be az ősi egyiptomi istennek, újabban pedig már adumisznak is, akit egykor az egyiptomiak a halálisteneként tiszteltek. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát is, amelyben családügyi szakemberekkel jártuk körbe a kérdést, hogyan védhetjük meg a házasságunk, a családunk, a gyermekeinket egy ilyen világban, de természetesen a köztársasági elnök választás kapcsán is írtunk a felmerülő kérdésekről és vitákról, például, hogy lesz-e egyáltalán jelöltje a delezéknek, hogyha ennyien bolkottálják majd a jelöltállítást. Elolvashatják Kulcsár Árpá történész tollából az iszlám Európa elleni invázióiról szóló sorozatunk harmadik részét, amely Magyarország évszázadokkal ezelőtti ellenállását dolgozza fel, de helyszíni riportot is találnak a labban Ukrajnáról, a háború sújtotta frontvonalakról, ahol a helyieknek már nem csak az oroszokból, de a saját kormányukból is kezd egyre inkább elegük lenni. A lapot kéri az újság helyeken, hogy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 59 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt is megteheti a videó alatti sávban található köszönetgomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást! Vigyázzanak magukra!